A Magyar Géniusz program a több mint 200 éves múltra visszatekintő magyar múzeológia életében új fejezetet nyitott. A Petőfi 200 emlékév keretében a program 3,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósult meg, amit a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinált. A program két részből állt. Egy nagyszabású, reprezentatív vándorkiállítást szerveztek, ami felvonultatja a vidék géniuszait, a muzeális intézmények legértékesebb és legkülönlegesebb tárgyait. Emellett a program pályázat keretében anyagi támogatást nyújtott a múzeumok számára. A székesrahérvári Szent István király múzeum mintegy 40 millió forintból fejlesztéseket valósított meg, amely során többek között korszerűsödött az elektromos hálózat is. A pályázat keretében kiadvány is készült, mely abból a szempontból hiánypótló, hogy részletesen végigvezeti a látogatót a konkrét romterületen, könnyebben beazonosíthatóvá téve az egyes építészeti elemeket.